adatok, amiket rögzíteni kell, ilyen, hogy milyen takarmányra letettük az állatot. A kistermelők által vezetendő nyilvántartás tartalmi elemeit sorolta fel az előadó azon a szakmai előadáson, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös rendezvénye volt. Pakson gyűltek össze a térség helyi termelői. A NAK fontos stratégiai feladatnak tekinti a helyi termékek népszerűsítését, mondta vendég Edit, a szervezet Tolna vármegyei elnöke. Ez egy országos rendezvénysorozat, 4 helyszínből áll, Budapest, Pannonhalma, Paks és Hajdú megyébe végződik majd a rendezvénysorozat. Nagyon örülünk neki, hogy Tolna megyét választották az egyik rendezvényhelyszínnek. Mivel ez egy regionális rendezvény volt, így a résztvevők a dél-dunántúli régióból, valamint Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek a Pakson megrendezett helyi termék elnevezésű rendezvényre. Az előadásokat a témában kompetens személyek tartották a szép számmal megjelent termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alkotott egy kézikönyvet helyi termelőknek, és a kézikönyvnek a fejezetein próbálunk végigmenni ezeken az alkalmakon. Bővebben aktuális információkkal rendelkező előadókat hívtunk, és lehetőségük van a jelenlévőknek kérdéseket feltenni az előadók számára. A 4 helyszínből álló rendezvénysorozat utolsó állomása május 11-én Hajdúböszörményben lesz, ott a helyi termékekről szerzett tapasztalatok összegzése kap hangsúlyt. A későbbiekben pedig írásos tájékoztató is segíti mindazon termelőket, akik nem tudtak részt venni egyik eseményen sem.